Szeretettel köszöntök mindenkit a Mi az Ágmozgalommal sajtótájékoztatóján, amelynek apropója, hogy mai napon nyílt levéllel fordulok Orbán Viktor miniszterelnökhöz, ugyanis azt a katasztrofális gazdasági politikai helyzetet, amely világszerte sújtja az államokat, különösképpen az európai országokat, azt ma már mindenki ismeri itt Magyarországon, és mindenki a saját bőrén sajnos tapasztalja ennek a káros hatásait. Ugyanakkor vártuk és várjuk a kormány részéről azt a megoldást és azt a segítséget a magyar emberek számára, amely egyértelműen közvetíti azt a kormányzati szándékot, hogy azt a gazdasági, annak a gazdasági krízisnek az árát, amelyet a politika okozott, annak az árát ne az emberekkel, ne a dolgozókkal, ne a nyugdíjasokkal fizettessék meg. Azonban nem látunk a kormány részéről erre mutató szándékot, hiába már június vége óta konkrét javaslatokkal is bombáztuk a kormányt, hogy segítsük a kormányzat munkáját, de láthatóan a kormány elutasítja a segítő jobbot, és augusztus elején emiatt az utcákra vonultunk, megye székhelyeken tartottunk demonstrációkat összességében, hogyha összeadjuk a nagyjából egy időben néhány nap alatt lezajlott demonstrációnkon résztvevők létszámát, akkor körülbelül azt a létszámot kapjuk, amelyet Budapesten a balliberális pártok a tüntetéseiken fel tudtak mutatni. Tehát azt gondolom, hogy a Mi az Ág mozgalom bármikor az utcára tud vonulni, bármikor akár nagyobb tömeget is meg tudunk majd mozdítani. Mi ugyanakkor nem felforgató párt vagyunk, hanem elsősorban azért vagyunk a Magyarországgyűlés tagja, hogy ilyen krízis helyzetekben segítsük Magyarországot és segítsük a magyar embereket, ezért teszek még egy kísérletet arra, hogy a kormány végre érdemben reagáljon a válságkezelő javaslatainkra. A mai napon ebben a nyílt levélben válságkezelő javaslatainkat egy válságkezelő csomag formájában küldöm el Orbán Viktornak. Ennek a csomagnak részleteiről szeretnék a mai sajtótájékoztatón beszélni. Egyrészt szeretnénk, hogyha attól a rezsikatasztrófától megvédeni a kormány a magyar lakosságot, és nem csak a magyar lakosságot, hanem a magyar vállalkozásokat, különösképpen a KKV szektort, amely jelenleg fenyegeti és már sújtja is a magyarokat. Az elmúlt hónapokban azonban a javaslatainkkal éppen ellentétes irányba mozdult el a kormány, hiszen június végén a parlamentben az azonnali kérdések órájában már kértük a kormányt arra, hogy például a rendszerhasználati díjat csökkentse, az áfát csökkentse a kormány, hiszen hogyha valaki egy áramszámlát, egy rezsiszámlát megkap, akkor azzal fog szembesülni, hogy a rendszerhasználati díj, illetve az áfa az világviszonylatban is kiugróan magas. Ehhez képest július hónapban nemhogy a kormány nem fogadta meg a javaslatunkat, egészen ellentétes cselekedeteket hajtott végre, például a rendszerhasználati díjon belül az úgynevezett átviteli díj 3,5%-kal, tehát brutálisan megemelkedett. Éppen ezért most már újra szeretnénk a csomag részeként arra kérni a kormányt, a válságkezelési csomag első pontjaként, hogy a rendszer használati díjat teljes egészében engedje el. Tehát most már nem a csökkentést kérjük a kormánytól, amely inkább növelte a rendszer használati díjat, hanem most már azt követeljük a kormánytól, hogy ebben a krízis helyzetben engedje el a rendszer használati díjat, illetve engedje el az áfát is, senki se nyerészkedjen a rezsiszámlákon, senki se nyerészkedjen a villamos energián. Mi az első pillanattól kezdve elmondtuk, hogy támogatjuk PAS 2-t, sőt tovább megyek, PAS 3-at is támogatná a Mi Hazánk mozgalom, de a jelenlegi kormány hibája az, hogy 2023-tól, tehát a jövő évtől, éppen amikor a legnagyobb válsághelyzet lesz, PAKS 2 nem tud még áramot termelni, hiszen még az engedélyeztetési eljárás is jelenleg zajlik, illetve még csak az engedélyeket most kapják meg a beruházáshoz. Ez a kormány óriási bűne, ahogy a Lázár János bevallotta, ős bűne, de mondunk még egy ilyen ős bűnt, amelyet a tusványosi beszédében Orbán Viktor miniszterelnök már érintett az elmúlt 12 esztendőben. Ez a kormányzat sem tett elődeihez hasonlóan semmit annak érdekében, hogy a vízgazdálkodást Magyarországon megoldják. Az idei aszályos, száraz esztendőben mindenki szembesült azzal, hogy nem lehet tovább halogatni a beavatkozást. Percek
sincsenek most már hátra a magyar mezőgazdaság számára, meg kell oldani a vízgazdálkodást. Ez pedig a kormány ősbűne volt, ugyanúgy, mint ahogy az is, hogy Paks 2 jövőre még nem termel áramot. Elmondtuk korábban több alkalommal a parlamentben is, hogy a paksi olcsó árammal el lehetne látni a magyar lakosságot. Ezen a téren sem látunk semmilyen pozitív előrelépést. Szintén rendkívül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy Magyarországon hatalmas szénhidrogén vagyon van a föld alatt, amelynek a nagy része földgáz. Az elmúlt 12 esztendőben, bár néhányszor beszéltek erről, de semmiféle komoly lépés nem történt annak érdekében, hogy növeljék a hazai földgáz kitermelést, és nem igaz az az állítás, hogy azért nem lehetett növelni a földgáz kitermelést Magyarországon, mert az nagyon nehéz minden esetben, és minden esetben túlságosan költséges lenne. Valójában inkább arról van szó, hogy az állam korábban nagyon alacsony átviteli árat határozott meg a földgázra, ezért nem is erőltették a kitermelést, tehát ez is egyértelműen kormányzati hiba. Felszólítjuk a kormányt, hogy azonnal tegyen lépéseket, és növelje, akár több milliárd köbméterre lehetne növelni a Magyarországon kitermelt földgáz mennyiségét. Nem beszélve arról, hogy pontosan tudjuk, hogy Magyarországon bőven tele vannak a tározók oroszországi földgázzal, olyannyira tele vannak a tározóink, hogy még Szerbiának is Magyarország ad el gázt. Semmi sem indokolja tehát azt a brutális gázár bejelentést, amelyet a kormány megtett, és amelyeket a napokban, az elmúlt hetekben most már egyre több magyar lakos, illetve vállalkozás tapasztal a brutális számlák készhezvételekor. De mi nem csak azt szeretnénk elmondani, hogy hogyan növelje a kormány a büdzsé kiadásait, hanem szeretnénk javaslatot tenni arra, és ezt is már elmondtam korábban a parlamentben, hogy hogyan lehetne növelni az állam bevételeit, hiszen ahhoz, hogy megsegítsük a magyarokat, hogy például egy átfogó béremelést indíthasson a kormány, amelyet mi mindenféleképpen szeretnénk, hiszen a jelenlegi bérekből a brutálisan elszabaduló infláció kapcsán nem fognak tudni majd megélni magyarok százezrei vagy milliói. Tehát ahhoz, hogy ehhez fedezet legyen, ahhoz is számos javaslattal éltünk már korábban. A kormány ezekre sem reagált érdemben, illetve Orbán Viktor a parlamenti vitánk során egyértelműen mellé beszélt. Ezek közül, ami a nyílt levelemben szerepel, ezek közül néhányat szeretnék kiemelni. A legfontosabb az a digitális adó. A digitális adóról már vitatkoztam Orbán Viktorral a parlamentben. A digitális adó elsősorban azokat a digitális óriás cégeket sújtaná, amelyek bár a háborús uszításban jeleskednek, részesei annak a hisztériának, ami a koronavírus megjelenése óta az ukrajnai háború kapcsán is kibontakozott, mégsem járulnak hozzá a károk enyhítéséhez, és Magyarországon is megkerülik az adófizetést, miközben a magyar kormány a katásvállalkozókat, kényszervállalkozókat, a magyar dolgozókat sújtja egyre nagyobb terhekkel, aközben továbbra is hagyja, hogy szabadon mindenféle magyarországi adófizetős nélkül óriási pénzeket pumpálhassanak ki Magyarországról, akár a Facebook, a Google, az Amazon vagy éppen az Alibaba. Óriási mennyiségű pénz van ezeknél a cégeknél, amelyeket valamilyen oknál fogva a kormány nem akar megadóztatni. Nem fogadjuk el azt a magyarázatot, amelyet Orbán Viktor adott nekem a parlamentben, amikor kérdésemre válaszolva azt mondta, hogy nemzeti hatáskörben az ő véleménye szerint nem lehet digitális adót kivetni ezekre a globális cégekre, csak Európai Unió szinten. Ezt nem, hogy nem fogadjuk el, hanem ez egyértelmű és óriási tévedés. Bízunk abban, hogy Orbán Viktor csak nincs tisztában a tényekkel, és nem arról van szó, hogy a magyar kormány fél ezektől a digitális óriás multiktól, hiszen nem kell messzire mennie a magyar miniszterelnöknek. Itt van a szomszédban Ausztria, éppen Ausztria volt az az ország, amely néhány évvel ezelőtt kivetette a digitális adót ezekre az érintett, az előbb általam megnevezett cégóriásokra. Ebből az 5%-os digitális adóból folyamatos bevétele van az osztrák államnak, egészen
konkrétan éves szinten sok 10 milliárd forintnyi bevétele van most már évente egyébként, évről évre növekvő mértékben az osztrák államnak, hiszen pont ezek a cégek azok, amelyek folyamatosan egyre több bevételre tesznek szert a katasztrofális világgazdasági és világpolitikai helyzet következtében. Ez azt jelenti számításaink szerint, hiszen mi 15%-os digitális adót szeretnénk, hogy pontosan azt az összeget, nagyságrendileg 100 milliárd forintról beszélek, pontosan azt az összeget tudná a kormány a magyar államkasszába, a költségvetésbe bevételként bevinni, amely összeget elvett a katás vállalkozóktól, elvett rengeteg magyar dolgozótól. Érthetetlen, hogy a kormány miért a magyar dolgozókat akarja még több teherrel sújtani, ahelyett, hogy ezeket a digitális óriás cégeket venné elő. Aztán szintén elfogadhatatlanak tartjuk azt, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor magyarok milliói elszegényednek, amikor egy olyan tél elé nézünk, amikor nem tudjuk, hogy a nyugdíjasok hogy tudnak majd például fűteni otthon, egy ilyen helyzetben Magyarországon van néhány száz olyan oligarha, olyan milliárdos, aki továbbra is rongyrázó életmódjával provokálja a magyar lakosságot, ezért vagyonadó kivetését követeli a Mi Hazánk mozgalom, és újabb forrás a magyar költségvetés számára. Mondom is, hogy hogyan képzeljük el a vagyonadót. Sávos mértékű vagyonadót szeretnénk. Az Inequality Report, magyarul egyenlőtlenségi jelentés című nemzetközi tanulmányt alapul véve, tehát, ahogy az előbb mondtam, sávosan. Ők 5 millió dollárt, ez Magyarországon 1,57 milliárd forintot jelent, tehát ezt meghaladó vagyonnal rendelkező 2% vagyonadót lennének kötelesek befizetni. Az 50 millió dollár fölöttiek, ezt nagyjából 16 milliárd forintban határozzuk meg, fölött 3%-ot, az 1 milliárd dollárnál, tehát 3-400 milliárd forintnál is nagyobb vagyonnal rendelkezőknek pedig 5% adót kellene fizetni, ez Mészáros Lőrincet, Csányi Sándort, Gattyán Györgyöt és még néhány magyarországi milliárdost érinthet. Tehát ennyi pénzt kellene a magyar költségvetés számára befizetni. Ezek a javaslataink kiegészítve azokkal a korábbi javaslatainkkal, mint például a kaszinók megadóztatása, amelyre miniszterelnök úr válaszában annyit mondott, hogy koncessziót jogilag nem lehet megadóztatni. Ezt a választ sem fogadjuk el, hiszen kétharmados többség van a kormánynak, akár alkotmányozhat is, olyan törvényeket alkot, amilyet szeretne, tehát továbbra is követeljük a kaszinók megadóztatását, illetve azt szeretnénk, hogyha a kormány átcsoportosítana rengeteg olyan fölösleges, haszontalan kiadást, amelyet mi nem tudunk támogatni. Ezek közül most itt csak egy-kettőt szeretnék kiemelni, például a multik, a globális nagyvállalatok támogatását 100 milliárdokkal támogatta a kormány az elmúlt években is, azokat a multi cégeket, akik nem szorulnak rá a magyar adófizetők pénzére, vagy például az országos roma önkormányzat működésének és programjainak finanszírozását azonnali hatállyal követeljük, hogy állítsa le a kormány, hiszen mára bebizonyosodott, hogy egy bűnszervezetként működik az országos roma önkormányzat, mégis milliárdokat herdálhatnak el. Hogyha ezeket a javaslatokat, ezeket az átcsoportosításokat összeadjuk, akkor azt láthatjuk a vagyonadóval együtt, hogy újabb több 100 milliárd forintot tudnánk az államkasszába betenni. Tehát van fedezet arra, hogy ne a magyar dolgozókat, ne a magyar lakosságot akarja tovább sarcolni a kormány, hanem sarcolja azokat, akik ezt a politikai-gazdasági helyzetet előidézték, és akik ennek a haszonélvezői voltak az elmúlt években, és jelenleg is haszonélvezői. És legvégül pedig a nyílt levelemet azzal a felvetésünkkel zárom, hogy az általunk évek óta üldözött végrehajtó maffiát fel kell számolni. A maffia szerűen működő végrehajtók ugyanis szintén milliárdokat kaszíroznak a magán zsebeikbe, non-profittá szeretnénk tenni a végrehajtást. Ez azért is különösen sürgető, mert látjuk, hogy ebben a katasztrofális gazdasági helyzetben nagyon sokan kerülhetnek adósságcsapdába, vagy veszíthetik el akár az ingatlanjaikat, követeljük a kilakoltatások leállítását, és követeljük a végrehajtók elszámoltatását is. Azt állami kézbe kell vonni, non-profit jelleggel, és senki se nyerészkedjen ezen a jelenlegi katasztrofális helyzeten. Köszönöm szépen!